üdvillő módon mindenkinek! A WhatCycle megkeresett, hogy lenne-e kedvem megnézni egy terméküket, és hát meg is egyeztünk, hogy akkor küldjenek már valami olyat, ami még nem volt a repertoárban. Hát nyilván WhatCycle-ös semmilyen nem volt, ez az első ilyen aku, de alapvetően olyan jöjjön már, ami nem volt. Na hát ugye ezért lett a Mini és a Smart, és a 314 amperóra 12,8 voltos névleges feszültség mellett. Na, ez aku. Ezt még a futár is úgy hozta gyakorlatilag, hogy mi van ebben. Nézzük, itt rejt a csomagolás. Első körben jön nekünk egy user manuel. Természetesen habkitöltő anyag. Maga az aku, ami nem kis pályás. Egy basztán anyag van. És egy apró csomag csavarokkal. Több egyéb nincs is. Itt van tehát a WattCycle 314 amperórás mini változata. És ide mellé teszek egyébként egy normál 100 amperórásat. Tehát láthatjuk, hogy egy picivel magasabb, mindösszesen. Szélességre egy picivel szélesebb, és egy hajszállal hosszabb egyébként. Tehát méretileg majdnem megegyezik a normál 100 amperórással. Természetesen, ameddig ezt egy kézzel tudod idejéből itt pakolgatni, azt nem. Ez a modell annyiban különbözik a többitől, hogy nem a hosszabbik oldalán helyezték el a két csatlakozót, hanem a rövidebbik oldalán, és hát egy kicsit sokkal nagyobb paraméterekkel rendelkezik. Ez a 314 amperórás mini smartos verzió. Itt akár már 200 amper is lehet a töltő és a merítő áram, és 210 amper plusz-minusz 10 ampernél fog tiltani a BMS. Na erre kíváncsi leszek egyébként, hogy valóban fog ez egyébként tiltani ott azon az értéken, vagy nem. Ugye nagyon soknak beletört a bicskája abba, hogy nem tiltott, és még 160-170 ampernél is minden probléma nélkül működött. De láttunk már olyat, ami működőképes volt ettől függetlenül. A könyvben találunk egy táblázatot, ahol 20 ampertől 230 amperig írták le a terhelést, és ugye baloldalt megadták AVG-be és nézetmilliméterbe is a szükséges kábel keresztmetszetet. Köthetünk egyébként 4 darabot párhuzamosan belőle, és 4 darabot sorosan is, és ugye a összkapacitás, amit el tudunk ezzel érni, tehát 4 párhuzamos, 4 soros. A csomagolásban érkezik 2 rövidebb csavar és 2 hosszabb csavar is, természetesen a kis szigetelő dugókkal is, amit ugye majd rá lehet tenni, hogy ne tudjunk rá ejteni bármit is. Gyárilag le van takarva egy ilyen kis műanyaggal, hogy úgy szintén nehogy itt rövid zár keletkezzen. Nézzünk egy belső ellenállást. Azért ez mégiscsak egy 314 amperórás aku. Hát kérlek szépen, ez még hogyha nagyon-nagyon kövéríteni akarjuk, akkor is csak 2 millió mos, és 13,173 volt per pillanat az aktuális töltöttségünk. Hát a belső ellenállás szerint ez egy jó aku. Na de majd mindjárt kiderítjük, hogy az alkalmazás mit mutat. Milyen eltérések vannak, ugyanis van alkalmazás is hozzá. Beködöttem az akut, konkrétan egy MPPT töltés vezérlőbe. Felkapcsoljuk a kis megszakító és túláram védelmet. És akkor láthatjuk, hogy per pillanat 13,1 volton vagyunk. És akkor elvileg a beállításunk az arról fog szólni, hogy user, 12 voltos rendszer, 14,4 voltig töltöm, 14,2 lesz a csepptöltés, így első körben lényegében, és akkor most 0 amperre töltődünk, 0 volt a bejövő, felkapcsolom a napelem oldalamat, és akkor így már mindjárt szépen el is indult, megkezdődött a munkapontkeresése, mint látható szépen emelkedik a napelem oldali feszültség, először beterhelte nagyon, aztán így észrevette, hogy hát nem jó munkaponton dolgozik. Na, egy ilyen 35 amper, 36 amper, 37 amper körüli értékkel fogunk nagyjából tölteni. Hát ez csak a fele az ajánlottnak egyébként, a 60-valahány ampernek, de majd a későbbiek folyamán ez majd fog majd nőni egy kicsit. Lényeg az, hogy az akunk az töltődik. Közben letölthetünk egy alkalmazást, hogy belenézzünk az akuba. Belépünk a Play áruházba, és rákeresünk szépen, hogy WattCycle, na, ez lesz a hivatalos alkalmazásunk, ha minden igaz.
Így van, mindig győződjünk meg róla, hogy nem egy reklámot ajánlott fel az alkalmazás. Megnyitjuk. Azt mondja, hogy I agree. Engedélyezzük használat közben, engedélyezzük. És akkor megnézzük, hogy talál-e akut. Talált is egyet, itt van az XDDZN, stb. Még megcímet is kaptunk hozzá. Konfirmálom. És akkor láthatjuk is egyébként, hogy 40%-on van per pillanat a töltöttségünk. 39 amperre töltődik, 526 watttal. Láthatunk itt gyakorlatilag hőmérsékletadatokat. Fahrenheit és Celsiusban is. És egyébként ugye különböző hőmérőknek a különböző adatait is látjuk. Be van kapcsolva a charging-discharging, ami azt jelenti, hogy meríthető, tölthető. Ha rákattintunk a feszültségre, akkor láthatjuk a cellánkénti feszültséget. Jelen pillanatban 6 millivolt a differencia, azaz ennyi millivolt van a legmagasabb és a leggyengébben töltött cella között. Ez feszültség szinten értendő. Hát szépen egyben van, maradjunk annyiba. Na mivel még itt, hát lássuk, ez csak a keresés, ez a real time, és akkor van nekünk itt egy settings, itt ugye be tudjuk állítani saját magunknak, maximum charging voltás 14,6 volt, ez egy gyári érték, én azt mondom, hogy ez maradjon is így, max charge current 210 amper, ez is maradhat így egyenlőre, max temperatúr, ugye itt meg tudjuk adni Fahrenheitbe a maximum hőmérsékletet, egy ilyen minimum hőmérséklet, minimum feszültség, ez összfeszültség a négy cellára vonatkoztatva, 10 volt a gyári érték, de állíthatjuk 8 és 15,8 volt között, maximum merítően 210 van megadva, és egyébként 0 és 600 amper között állítható, kicsit azért meredek, de mindegy 200-at ígér egyébként, plusz-minusz 10 amperrel talán, ha minden igaz, a könyv, akkor maradjunk most egyelőre gyári értéken, és meglátjuk, hogy mennyire tartja ezeket az értékeket. Egyébként negatív irányba is meg tudunk adni neki hőmérsékleteket. Tehát töltés és merítésre is. Egyelőre én azt mondom, hogy maradjon ez így, és van egy factory data reset, ha nagyon szétnyomkodtuk volna a beállításokat, és már nem bírunk vele, nem tudjuk, hogy hova kell beállítani. Hát ennyi sok mindent lehet egyébként itten látni. Ez itt a lényeg, hogy a teljes töltöttség eléréséhez 4,8 óra szükséges, amennyiben 40 amper körül fogjuk tölteni az akut. Hát ugye 4 kWh egyébként maga az aku, egy pár wattórával felette van, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk belőle kiszedni. Menet közben feltöltöttünk, tehát elértük a 100%-ot, le is tiltott egyébként maga a töltés, tehát láthatjuk a charging az most nem aktív, a discharging az aktív. Nézzünk akkor egy differenciát. Hát ez bizony 104 millivolt. Ez az akku azért megérdemelt volna egy aktív balanszert, én szerintem. Na, de a következő kérdés az az, hogy lesz-e benne 4 kWh, ha elkezdem meríteni? Most, hogy fel vagyunk töltve teljesen, akkor indítom a fogyasztómat. Hát egy hősugárzóval terveztem lemeríteni. Alapvetően egy ilyen 100 ampert rá kéne dobni. Reménykedem benne, hogy ez legalább egy ilyen 60 amperig fel fog majd menni. Igen, kicsit zörög ez az inverter, de ez a villanyt, amit most meg kell tegyen szigorúan. Még emelkedik. Ja, közben itt elindítjuk természetesen a timelapse-et, és végig nyomon követhető lesz, hogy pontosan hány amper óra, hány watt óra jött ki az akuból. Úgy látom, hogy ez a hősugárzó nem lesz elég, úgyhogy teszünk még rá egy kis műterhelést. Na majd most. Így azért már döfi. Tetszik, így azért egy kilowattal. Ilyen 3-4 órás merítésre gondoltam egyébként is. 1 kilowattóra felett járunk, 82 amperóránál. 75%-ot mutat a saját rendelkezése szerint, azt mondja, hogy még 2,9 óra a teljes lemerülésig, 13,1 voltot mutat a akun,
6 milli volt a differencia. Hát ez nagyon-nagyon biztató. 2 óra és 26 perce megyen a teszt. Azt állítja, hogy még másfél óráig kitart, és 38%-on vagyunk. 12,9 volton van maga az aku. Cella eltérés 6 millivolt mindösszesen. Azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig biztató. Én szerintem hát ezzel már le van tesztelve, hogy ez fogja tudni 4 kWh-t, de úgyis végigvesszük. 3,7 kWh-t elhagytuk, 287 amperóra ebbe a pillanatba. Az alkalmazás 12%-ot mutat. Nézzünk egy kis cellafeszültséget. Azt állítja, hogy 5 millivolt a differencia, és 3,14 körül vannak gyakorlatilag. Hát ez... tetszik. 312 amperóra már kizáporozott, és 4017 wattóra, ugye 4 kWh felett egy hajszállal, 4%-ot mutat az applikáció. Nézzünk egy cella különbséget. 11 millivoltos, és a 4-es cella egyébként most ment 3 volt alá, illetve most mindegyik alá ment már gyakorlatilag. Tehát itt kell valahol megállni a valóságba, tehát nem érdemes tovább egyébként szenvedtetni az akut. De alapvetően ott is vagyunk, hogy 12 volt alá estünk valamivel terhelve, tehát nem kell tovább meríteni. Én egyébként elhiszem neki, hogy tudja a 314 amperórát. Bár még megváratom csak azért most, hogy lássuk, hogy ez hány voltnál fog megtörténni. Kíváncsiságból szigorúan csak is. De... jó cucc! 11,7 volton vagyunk. És... ott van 4%-os a töltöttségünk. Tudja, amit kell. Sőt, többet is tud. Amúgy is meg kell állni egyébként a 12 voltos tartománynál. Tovább nem éri meg egyébként sem meríteni. Hát ez csillagos ötös merítés szempontjából. Csak az a balans zavar engemet. Kiindulási pontunk az az, hogy 12,8 voltos névleges, 314 amperórás, 4019 wattórát tud az aku. Konkrétan a mérésem azt igazolta vissza, hogy 11,7 voltig való lemerítésre 314 amperórát kaptam 4040 wattórával, tehát ezt kipipálhatjuk. Ígéri még az aku, hogy 200 amperes BMS-sel van szerelve. Az ajánlott töltőáram egyébként a 62,8 amper, azaz a 0,2C. Ugye 200 amperrel is lehet azért tölteni, tehát az a maximum. És a kikapcsolás, tehát ahol leválasztja magát az aku, az 210 amper plusz-minusz 10 amper. Na ezt kellene most tesztelni akkor. Úgyhogy első körben én elindítok egy ilyen kapásból 100 ampert. Lássuk, hát a mérőkém. Hát igen, 100 amper körül vagyunk. Még egyébként csökken, mert az ellenállás is, ahogy melegedik. Itt is csökken egyébként magán az alkalmazáson. Elindítunk egy invertert is menet közbe. És akkor én elkezdem föltekerni akkor. Legelőször is meg kellene közelíteni a... majd most. A 200 ampert. Lássuk, hogy ezt tartósan tudja-e. Amint úgy, hogy nem tilt le azonnal. Arra gondolok így. Szép lassan tekerem.
Na, el is értük a 200 ampert. Hát ugye itt változik az invertere, hogy veszi a villanyt, az mindig folyamatosan változik. Ugye a transformátorommal állítottam be, hogy az olajradiátor az pont annyit fogyasztan, amennyit kell. Hát a 2,5 kW-ot minden probléma nélkül leadja. Ezt azért így látjuk. 12,6 voltig süllyedtünk, tehát azért nem ez a kedvenc időtörtése az akunak, hogy egy folyamatos 200 ampert adjon le, de le tudja adni egyébként minden probléma nélkül, mint az látható. Na, akkor emeljünk a téten. 210-re felmentünk. És letiltott. Egy warningot kaptunk szerintem. Hát a discharging, itt látszik is, hogy kikapcsolt. Nem kaptunk egyébként warningot. Tehát betartja azt, amit ígér. 200 amper körül tudol belőle fogyasztani, fölé mész, tilt nagyon rövid időn belül. A teszt visszaigazolta, hogy 210 amperes merítő áram mellett kikapcsol a BMS-ünk. Egyébként ez a beállítás van megadva neki, amit egyébként tudunk állítani, ugyanis a Smart BMS lévén mi tudjuk meghatározni a feszültség és az amper értékeket is, tehát ezeket akár tudnánk módosítani is. Én véleményem szerint nem kell semmilyen beállítást módosítani, a gyári értékeken meg lehet hagyni az akut nyugodtan, de javaslatom szerint 14 és 12 volt között érdemes használni, töltés irányba egy ilyen 60 és 80 amper közötti érték az, ami ideális az akunak, merítésre pedig egy ilyen 0-150 amper közzé kell belőni a fogyasztást, és itt most nem arról van szó, hogyha most beindul valami nagyobb fogyasztó, mondjuk egy hűtő vagy akármi, ami rendszerre be lesz majd téve az aku, hogy akkor ha felfut hirtelen 210 amperre, akkor baj lesz az akuval, csak nem folyamatosan 200 amperen kell meríteni, annak ellenére, hogy egy 314 amperórás akuról beszélünk. Tehát mindennek megvan a maga méretezése, ez egyébként egy 1 kW-os inverterhez tökéletes páros alapvetően, de akár egy 2,5 kW-os inverterrel is elboldogul, ugyanis 2,5 kW-ot kibír szolgálni az aku folyamatosan is akár, és ha abból indulunk ki, hogy az inverter is, ha 2,5 kW-os, nem fogod állandóan csúcsra járatni, tehát alatta fogod használni valahol, tehát valahol meg is fog valósulni a 0-150 amperes merítés, töltés irányból megbiztosítani kell neki ezt a 60 és 80 amper közöttit, így hosszú élettartó rendszert tudunk ugye építeni. A passzív balansz egyébként számomra nagyon-nagyon fájó pont, megérdemelt volna az akku egy aktív balanszot. Ha csak egy pár száz milliamperes lett volna, akkor is, tehát sokkal-sokkal szebben dolgozott volna. Egyébként így sem lehet rá panasz, tehát jelen pillanatban is egyébként 5 millivolt mindösszesen a differencia, tehát amikor teljesen feltöltjük az akut majdnem maximum értékre, akkor jön bele ez a 100 millivoltos differencia, és ahogy elveszük a töltőáramot, szépen süllyed le a differencia is vele együtt. Hát na ez már ilyen, ezen változtatni nem tudunk. Én nekem egyébként ez az akku nagyon-nagyon tetszik, és ebből el tudnák képzelni, vagy négyet sorba kötve. Apropó, négyet sorba tudunk belőle kötni, és négyet párhuzamosan. Azaz 4x4 akut. Azért az már mennyiség. Balanszer mindenféleképpen szükséges egyébként az akuk közé, amennyiben több darabot sorba kötünk, akár 2-3-4-et, mert ugye csak egy akun belül fog megtörténni a valamilyen balansz, a két akun között viszont nem fog megtörténni semmilyen balansz. Tehát oda ideális azért egy hagyományos balanszert beépíteni, ami 12 voltos akukra való, és akkor már akuk között is rendeződnek a viszonyok, akun belül megrendezi a BMS. Hát ha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, akár hype-olhatod is. Lesz egy link a leírásba, ha valakit érdekel ez a dolog. A következő videóig is. Na csá!